Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Tessenek helyet foglalni. A 89. Zsoltárunk első versét énekeljük, az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Dániel könyvének harmadik részéből olvasom az ígét, a 19. 17-től kezdődően a 19. verssel bezárva. Ími az Isten, a mi Istenünk, ki tud, akit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő tüzes kemencéből, és a te kezedből is, ó király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgáljuk, az aranyálló képet, amelyet felállítottál, nem imádjuk. Akkor Nabukodonozor eltelék haraggal, az ő orcájának színe elváltozék, Sidrák, Misák és Abednékó ellen. Azért szóla és meghagyá, hogy fűtsék a kemencét hétszerte inkább, mint szokták befűteni. Imádkozzunk! A hitnek a maga területe, mivel az ember fej szerinti lehetetlen. Ezért, ha azok között szólal meg az ígéd, aminek ajándéka nincs tőled, hogy bízzanak benned, higgyenek a szabadnak, hogy a te szabad élet, a te szabad igazság, de a szabad az hűség is. Azoknak minden szó, ami tőled jön, nem csak távol való, hanem a mesevilágba sorolható. Tudom, hogy azért van, hogy sok embernek az életét azért viszed be valóságos élet-halál harcú próbák közé, hogy a hitetlenségét megöld, hogy arra kényszerüljön, hogy kiáltson, sokszor csak mint utolsó lehetőségként, szinte hihetetlenül és hitetlenül mondja ki, hogy Isten segíts. Arra kérlek ma, édesatyám, Jézus Krisztusért, hogy mivel minket is a te kegyelmedben járatsz, egy egészen más létező világnak erejével, bölcsességével ajándékozol. Ha vannak köztünk, akik nem ismernek, nem hisznek,
Hiszem, hogy van hatalmad meghódoltatni a lelküket, hogy életet nyerjenek, hogy téged megismerjenek, hogy megszeressenek. Így kérlek, Uram, a konfirmálókért. Van hatalmad a távolvalókból közelvalókat alkotni, teremteni. Kérjük ezt a különös teremtő munkádat ma itt, Szent Fiadért, a Krisztusért. Amen. Tele van a Szentírás olyan események bemutatásával, amiket a Szentlélek összeköt egy csokorba a gyerekei számára, és a hitnek olyan bizonyosságává építi ki, hogy sziklaszilárd hittel állhatnak az Isten kijelentésén, a csoda dolgain, és nincs olyan hívő élet, akit ne vitt volna be az ő kegyelmének tapasztalásába. Nem csak beszél arról, hogy szeretlek téged, hanem bemutatja azt a más típusú lelki állapotot, amikor az ő szerelme az embert eléri. A szabadítással, a bocsánattal, a kegyelembefogadással. Aztán elkezdi járatni a maga útján úgy, hogy az ő lelkének vezetésével valami egészen új hangot ismer meg az ember. Egy megrendítő közösségnek a valóságát éli át a szívében, a lelkében. Aztán kibővíti a kört, hogy a testvérek között is átéli, hogy ott van ő. És akkor csak összemosolygunk, hogy nem hárman voltunk, vagy nem 200-an voltunk, hanem itt volt ő. Azt a hívő lélek már ismeri, és nagyon-nagyon hálás szívvel megköszöni. A mai napon ebből a hallatlanak csokorból három szálat húzok csak ki, és három egyszerű virágon keresztül kívánom bemutatni, hogy hogyan és miképp gondoskodik az öveiről. Ezzel fejeztem be, hogy el nem hagylak téged, el nem távozom tőled, veled maradok. Hogy csinálja? A legegyszerűbb felosztás az én fejemben így hangzik, hogy tűzbe, aztán vízbe. És mivel ez a két elem ez ismert nekünk, a harmadik nélkül nem tudunk élni, ezért a levegőbe bemutatja-e az emberrel való vele létet, a gondoskodást? Nézzük meg ezeket a kis virágszálakat egyenként. Előre bocsátom, hogy nem tudom megfogalmazni, hogy mennyire fontos dolog a látás. Mennyire fontos dolog az Isten beszédének igazát felismerni. A hívők nem csak hiszik, hanem tapasztalják is, hogy bárhol érnek a világon, velük van egy sokszor láthatatlan társ, aki ígéretet tett, hogy veletek vagyok. Valamikor, még teológus koromban Ravasz Lászlónak az egyik kötetébe olvastam, hogy így írja, hogy ő is olvasott egy kis gyerekről, ez a gyerek vak volt, süket volt és néma. És amikor egyszer csak rájött, akkor a két kezét előre tartva elindult a lakásba. Ment mindennek neki, egyre rémültebben, egyre gyorsabban, kereste az anyját. És amikor nem lelte meg, akkor a száját kitátva valami hörgő hangot adott, és elesve, süketen, némán és vakon remegni kezdett. Az anya pedig, amikor bement a szobába, egyszerűen csak megragadta a kezét, megsimogatta a fejét, hiszen szót
nem hallott, nem lehetett neki elmondani, hogy el kellett mennem. De erre az érintésre, erre az ismert melegre megcsendesedett. A mi lelkünk hasonlóképpen van, mert a láthatatlan sokszor kelti azt a képzetet, hogy elhagyott, hogy elfelejtett, hogy nem törődik velem, pedig csak én nem látom. Pedig csak én nem érzékelem. Ezért abban a különös dologban részelteti az övéit, hogy érinti a lelkével, a másik fül számára is hallott szó valami annak semmit nem jelent, de aki az Úré, ott a lélekben békesség, valahogy belső biztonság támad, mérhetetlen kegyelemmel igazolja, hogy el nem hagylak téged, hogy veled vagyok, hogy el nem távozom tőled. Amikor egyetemistákkal találkozom, akkor látom azt a hallatlan nagy dolgot, hogy mit jelent, hogy valaki látja a szüleit, látja az ismerősöket, látja a barátokat, egy otthoni környezetet, ahol megvan a maga életrendje az embernek. Mennyit jelent, amikor elköltöznek otthonról, eljönnek ide Budapestre, és nincsenek szem előtt. És aki otthon tisztán él itt, elzűlik, aki otthon engedelmesen jár itt, engedetlenni, átváltozik, elfajzik, óriási ajándék az, hogy Isten bejelenti, látlak, hogy veled vagyok, és el nem távozom tőled. Ad egy szent, belső, ellenálló erőt a kísértésnek, a csábításnak, hogy ellene álljon a lélek, hogy ne induljon gonosz útra, mert ott van a csendes szó, hogy veled vagyok. Visszatartó, megtartó erő. Amikor valaki már ennek a valóságát ismeri, hogy az Isten nem hazudik, akkor a hitnek az a bátorsága is megszólal, hogy az én Uram meg tud szabadítani mindentől, mindenkinek a hatalmától, mindenkinek a gonoszságától. Sőt, a hit odáig eljut, hogyha nem tenné is, akkor is tudom, hogy velem van. És egy dolog nem változik, a szeretete, a hűsége és az én lelkemnek a kezébe tartása nem változik. Ezt a különös hitet, ezt vallja meg három fiatal. És amikor egy élet-halál uralkodó hallja, hogy ezek azt mondják, hogy az ő Istenük, akit sose látott, meg tudja szabadítani őket az ő kezéből, így írja a Biblia, hogy az orcája elváltozik és eltorzul, és kihagyja a parancsot, mérhetetlen túlzó parancsokat, hétszerte inkább fűtsétek be a kemencét, mint szoktátok, a legerősebb katonáknak kell vinni, összekötözik őket ruhástól, mindenestől, és jönnek a klasszikus jegyei annak, hogy engedelmeskedtek és végrehajtották a haragból gyilkos ítéletet. Akik bedobják a fiatalokat a kemencébe, azokat a láng, kicsapó láng megöli. És az embernek meg kéne állni a történetnél, hogy várj, állj, miről beszélsz? Hát nem érte egyformán a hő azokat, akik bedobták őket és akiket bedobtak. Aztán így folytatódik a történet, hogy amíg ezeknek a fiataloknak a láthatatlan Isten
az hit valóságos Isten, a hitetten, a kemencén kívül álló, megdöbbentő módon meglátja a láthatatlant. És megháborodik a negyedik miatt. Aki felvállalja, hogy hadd lássák meg, hogy vagyok. Hadd tudják meg, hogy gondviselő vagyok. Hadd tudják meg, hogy hűséges vagyok. Akinek azt mondtam, hogy ne félj, mert veled vagyok, azt tapasztalja meg. Aki bizonyságot tett arról, hogy vele vagyok, és nem hitte el a hívő bizonyságát, szembesüljön vele, hogy mindenható Isten az ő uruk, én az vagyok. És megállok egy pillanatra, a hitednek a próbatétele meg van írva. Nincs győzedelmes hit a próbatételben. Nem győzelemeskedő hit. Az nem engedi meg, hogy az Isten dicsőséget kapjon. Nincs győzedelmes hit próbatételben való győzelem nélkül. Az életed különböző pontjain, ami vár rád, egyetlen isteni szándékból vár rád. Hidd, hívd, és ne félj. Bízz, kiálts, és valld meg. Az én Uram, mindenható Isten, szabadító hatalmas Úr, és nekem azt ígérte, velem van, és el nem hagy engem. A másik tételem, igaz-e a vízbe, ami igaz volt a tűzbe? Mindig szerettem olvasni a gadarai tengeren való viharba hajózó, küzdő tanítványoknak a küzdelmét, és azt, hogy hajnali 3 és 6 óra között ott a túlsó oldalon a pirkadat kezdődik, minden jobban látszik, mindennek mégis valami fénye, vöröses fénye van, és Jézus jön a tengeren, hiszen a parancs az volt, hogy át kell kelni a túlsó partra. És az egyik történet szerint nem csak megrémülnek a tanítványok, hanem egy tanítvány nem megrémül, hanem azt kiáltja, hogy parancsolj nekem, hogy hozzád mehessek. Péter. És tudjátok, leírja itt a Szentírás a hitnek a klasszikus útját. A lehetetlenbe. A hajótól Jézusig. Ahol ki kell lépni, ennek ellene mond a tapasztalat, ellene mond a józan ész, de Péter, akitől ezt a parancsot kéri, hogy parancsolj nekem, hogy hozzád menjek, arról így vallott korábban, hiszem, hogy te vagy az élő Isten fia, a Krisztus. És ha te parancsolsz nekem, akkor a lehetetlen nekem is lehetséges. Hányszor kérted, hogy vezess engem utadon? Hányszor kérted, taníts meg, Uram, hitben járni? Hányszor kérted,
Úgy szeretnék, Uram, én is hitből élni. És akkor rád parancsolj. Jöjj! Jöjj hozzám! És Péter kilép a hajóból. Látja az ember lelki szemei előtt, hogy elindul. Nézi a mestert, aki parancsot adott, és szinte repül. És ahogy minden hitnek próbája adatik, egyszer csak nem repül tovább, hanem lenéz és rémülni kezd. Aztán süllyed, aztán felsikolt, hogy tarts meg engem, már nem azt mondja, hogy parancsolj, hogy hozzád menjek, már a kérés elváltozik. Tarts meg engem. És nem tudom, hogy melyikötök olvasta a történetet, és Jézus a tengeren azonnal megragadja, mint valami kisgyereket fölemeli, belép vele a hajóba, aztán leteszi. Talán köhög, talán sír. De nem hagyta magára. Miért mutatta be tűzön, vizen a hatalmát, a segítségét, a szavának igazolását, veled vagyok, el nem hagylak téged. A mai napon mennyemenetel ünnepe van. Úrja a levegőbe. A zsidókhoz írt levél 9. részének 24. verse azt mondja, Krisztus magában mennybe ment be, megjelenve Isten színe előtt értünk. Nem a kozmosz, nem a csillagmilliárdok, nem az, amit néznek, kutatnak a mai tudósok. Ez a mennyek országa, ez e felett van. Ezt nem látja kutatótávcső. Hadd mutassak be valamit nektek, hogy mit csinált Jézus Krisztus a maga életével a mi általunk ismert egy nappal. Megszentelte az éjszakát, amikor született. Megszentelte a reggelt, amikor feltámadott. Megszentelte az estét, amikor a lelkét áldozta értünk. És megszentelte a nappalt, a mennybe menetelt, fényes nappal. Elviszi őket egy magas helyre, ahol messzire látnak. Oda viszi őket Jézus, és szemük láttára megy fel a mennybe, majd egy felhő takará el. És megjelennek az angyalai, és azt mondja, hogy gyertek le, kezdjétek meg a földön, most már mindent láttatok. Tudtátok, hogy kijött az atyától, és láttátok, hazament az atyához. Kezdjétek meg azt a szolgálatot, ami azokért van, aminek az életébe igaz lesz, veled vagyok, el nem hagylak téged.
akinek az életébe valóság lesz, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden hívtalak, az enyém vagy, akinek az életébe valóságát teszem, hogy eljövök érte, és először elragadom a levegő égbe, aztán pedig onnan hazaviszem az atyához. Az üzenet ma ennyi. Ne félj, mert veled vagyok. El nem hagylak téged. El nem távozom tőled. S ha kiáltasz hozzám, én megfelelek neked. Imádkozzunk. Milyen egyszerű szembesíteni az életünknek hitét, az általad kijelentett hit valóságával. Hogy le lehet mérni? Csak egyetlen péteri útszakaszon a lelkünk állapotait. Hadd köszönjem meg, Uram, nem csak azt, hogy parancsba adtad, hogy jöjj én hozzám, hanem azt, hogy ami híja van, hogy hozzád érjek, azt te kitöltöd azzal, hogy értem jössz. Kísértéseimbe is, elesésembe is, megrendültségembe is. Légy áldott, Úr Jézus! Hogy te ígérted meg az atyának, hogy engem hazaviszel. Én pedig hihetem, törekedhetek, akarhatok, kérhetek, fogadhatok és ígérhetek. Csak benned ért célba mindenem. Beszélj, Uram, a lelkünkkel tovább, a teljes győzelmedig. Amen. A 167-es éneket énekeljük. Végig jöjj, mondjunk hálaszót hű szájjal és hű szívvel. Száz hatvan hetes énekünk. Thank you.
102. Zsoltárból olvasom az igét zárásként. Mivel hogy az Úr megépítette a Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében. Oda fordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta. Irattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja az Urat. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról a mennyekből, a földre nézett le az Úr, hogy meghallja a foglyoknak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait. Hogy hirdessék az Úrnak nevét, és az ő dicséretét. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra. Holnap valószínű, hogy a második tételt fogom kifejteni a vízben. Kérem, imádkozzatok, jöjjetek és hívogassatok másokat is.